Köszöntöm nézőinket, az idei Birkafőző Fesztivál díszvendégem Mohács. Furkolyakban beszélgetünk arról a gyönyörű szép kiállításról, amit nyílik hamarosan az ifjúsági házban. A busok meglepték a karcagiakat, de mit kell tudni erről a kiállításról? Hát először is én is köszöntök minden karcagit, kedves karcagit. Mit kell tudni a busokról? Hát körülbelül annyit jelent nekünk a busok, mint karcagnak a birka paprikás. Az identitástudat egy része, és körülbelül, ha el akarnák venni, akkor valószínűleg úgy járna a világ, mint ahogy az angolok eljártak Brüsszellel most. Tehát valamikor a horvát nemzetiséghez tartozó népcsoport, a sokácok hozták ezt Mohácsra, és a 18. században már írásban is említik, de akkor még elítélik. Tehát mind a világi, mind az egyházi hatóságok egy rossz szokásként írják le. Aztán idők folyamán ez nagyot változott, és 2009-ben a világ szellemi örökségnek a reprezentatív listájára is felkerült. Tehát ez egy hatalmas változás. Egy egykori tiltott, rossz szokásnak tartott néprajzi látványosságból a világ szellemi öröksége lett. Ugyanakkor más változások is természetesen bekövetkeztek. Egyrészt ugye, mint mondtam, valamikor a sokácoknak a mondjuk úgy az ünnepe volt, vagy a farsangi szokása, ma viszont meg minden mohácsi magáinak valja is, beépült a mohácsi identitás tudatba. Tehát olyannyira, hogy szinte ez számít a farsang az év kezdésnek. Tehát alig várják a fiatalok, hogy na, mikor lesz már busójárás, és ahogy egy busójárás elmúlott, egy hónap talán eltelik, pihengetnek, aztán már kezdik tervezni, meg számolni az időt, mikor lesz a következő. Hogy ez mennyi, milyen sokat jelent, ezt például nagyon jó példa arra, de ma sajnos egyre többen mennek külföldre Magyarországról dolgozni. A mohásiak, akik kint dolgoznak külföldön, ilyenkor hazajönnek és beeltöznek busónak. Tehát bármilyen messze is vannak, bármibe is kerülnek így, ezt meg kell tartani. Tehát körülbelül ennyit jelent minimum. Hát most az ebben a 40 fokban itt a mögöttünk lévő busó öltözéket fölvenni, azért ez egy kicsit nagyon húzos lenne, de a verseny is van, azért vannak különböző állatkészítők, meg busó hagyomány is van, a tértemetés azért sok karcag is el szokott menni, tehát azért ismerik a önök hagyományai, de egyébként mennyire jellemző, hogy jönnek vidékről, meg külföldről is, és ez egy több, úgy emlékszem, hogy ez egy több napos rendezvény szokott lenni. Tehát valamikor három fő napból állt, állt a kis farsangból, a csütörtökből, tehát ez a farsang farkában általában, farsang időszak utolsó vasárnapja, illetve az azt megelőző csütörtök, és az azt követő kert, tehát a húshagyó kert, a hamazó szerda előtti nap, az a farsang temetés. Tehát állt a csütörtökből, a kis farsangból, amikor valamikor a gyerekek, tehát a gyerekek farsangjának is hívták, azok költöztek be, a nemek ruhát cseréltek. Aztán a következő napja volt valamikor a hétfő, amikor a felnőttek busóként járták a várost, és a ked, amikor búcsúztatták a telet, a farsangi időszakot, és következett a bőjét. Most ugye itt mondtam, hogy néhány változás következett be. Az egyik a megítélése volt, a másik a közeg, már nem csak a sokácok, hanem minden mohácsi magának tartja, a harmadik pedig az a lebonyolítás, maguk az események, és így az időpont is már. A főnap már nem a hétfő, hanem a vasárnap, illetve az egész már nem csak csütörtökön, hanem előbb is elkezdődik, mohácsiak számára már szinte egész évben elkezdődik, és tervezik, meg készülnek rá, de úgy a közönség számára, tehát a látogatók számára már a utolsó, farsok utolsó hetén már lehet jönni, valamilyen programok mindig vannak, szinte minden nap, és eltart egészen következő hét torkos csütörtökig. Tehát, és különböző rendezvények beépültek ide, így például népzenei fesztivál, népdal fesztivál, különböző táncházak, vásár jellegés, ugye a pecsenyések, a különböző népművészeti játékokat és népművészeti termékeket árusítók, és kiállításokkal. Így kiállítások között az egyik, ami a legfontosabb, az, hogy maszkok és busok, kelikek is ilyenkor kiállításra kerülnek, és ezeket díjazzák is, és ezzel egyben terelik is egy kicsit a busó faragókat, tehát egy jó irányba, hogy ne kommer legyen a dolog, hanem maradjon meg a gyökereknél, a hagyományoknál, és lehetőleg egyre nívósabb, egyre szebb, egyre hagyományosabb, visszatérve a gyökerekre, egyre hagyományosabb maszkok kerüljenek ki a kezük alól. Erre majd lesz példa is, hiszen a Birkafőző Fesztiválon is lesz busó készítő, akit meg lehet nézni, de beszéljünk a képekről, hiszen gyönyörű képek vannak itt, ezek kinek az alkotásai? Szentpéteri El József és Polonyi János az alkotók, és azt hiszem ezek a
fotók, ezek körülbelül 40 vagy talán valamivel több is, nagyon jól visszaadják azt a hangulatot, ami jellemző a busójárásra. Nagyon jól látszik akár a busokon, akár a mohácsi polgárokon, a házigazdákon, a vendégeken, akik fogadják a házigazdák és a vendégek, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy milyen ennek a hangulata. És ezt azt hiszem, ezt kitörölni soha nem lehet a mohácsiknak az életéből. Itt az előbb már egy mondattal említette a karcagi birkapörkölcsöt, hiszen az is olyan hungarikum, mint az önök busójárása, de van-e esetleg Mohácson valami hasonló olyan étel, ami csak oda jellemző? Hát, hogy csak oda jellemző, azt nem tudnám egészen biztosan állítani, de ami most Mohácson nagyon híres lett, például minden augusztus első szombatján van az úgynevezett cserépfazékba főzött bablevesek, babgulyások. Ez azt jelenti, hogy agyagcserép fazékba főzik, nyílt tűz mellett, ahogy valamikor, mikor még nem volt kája, főztek, és egy utcában, egy adott utcában, a mohácsi sokat szolvasókörnök az utcájában 20-30 tűz, és minden tűz körül 10-15, esetleg 20 cserépfazékba főznek a babok. Aztán van a másik, a dunai mosás, tehát valamikor a Dunára jártak le mosni Mohácson, méghozzá két mosóhely is volt a Dunaparton, és ezt újra felevelintették, minden július, azt hiszem első szombatján van a prányé, vagyis a mosás, a dunai mosás, ami szintén párosul egy gasztronómiai eseménnyel is, ott ugyanígy cserépfazékba főznek a Duna mellett, csak nem éppen babot, hanem mondjuk töltött káposztát, de mellette természetesen babot is. Aztán ugye Baja híres a halásztéről, de Mohácson is nagyon ismert, ugyanúgy főzik ott is a halásztét, és azt általában ősszel, nem ilyen fesztiválszerűen, de egyébként a házaknál, mohácsi családoknál nem ritka az, hogy legalább hetente kétszer is van halászlé. Hát a halnak is nagyon nagy hagyománya van. Hát én azt kívánom önöknek, hogy itt a Birkafőző Fesztiválon sok-sok birkát kóstoljanak, és akkor hát, ha önöknél is megszeretik, és majd önök is főzik a nem is karcagi módra, de mohácsi módra. Hát köszönjük szépen, én meg kívánom a karcagiaknak, hogy ezután is minél több és minél jobb birka paprikásokat készítsenek, és az egész világ ismerje meg azt a nagyon finom karcagi birkapaprikásokat. Szepesi Tiborral, a Déli Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk itt a gyönyörű képek között, hiszen Mohács mutatkozik be. Azt gondolom, hogy az időjárása nem lehet senkinek panasza. Már aki végigment a városba, érezte ezt a holnapi fesztivál hangulatot. Igen, köszöntöm a televízió nézőket. Valóban az időjárása nem lehet panaszunk, sőt, talán egy kicsit túl melegre is sikeredett azok után, hogy a hét elején még minden média azzal volt tele, hogy eső várható a hétvégére, tehát ahhoz képest ez a füllet, meleg, száraz idő, ez egy kicsit hamar jött, ha úgy vesszük, de hát nyilván egy fesztiválnak az a legjobb idő, amikor nem esik az eső. Tehát ha erről közelítjük meg, akkor tökéletes. Valóban elkezdődött a pakolás, aki végigmegy a fesztivál területén, az már itt-ott úgy érzi, mintha a birkapörkölt illatát is megcsapná az orrát, tehát az az egész hangulat már én azt gondolom, hogy fellelhető itt a fesztivál egész területén, és hát valóban itt a kiállítás megnyitó, az egész fesztivál megnyitója előtt vagyunk, amikor a díszvendégtelepülés Mohács fog bemutatkozni. Holnapra több ezer embert várnak, de körülbelül hány ezer adag pörköltöt lehet majd itt megkóstolni? Van esetleg valami tipp? Mindig satszoljuk, hogy körülbelül hány ezeren vesznek részt a fesztiválon. Előzetesen 15-16 ezer vendéget várunk ide a fesztivál területére. Hogy hány adag fog megfőni, ez nagyon nehéz. Közel 300 nevező van a fesztiválon, egy főzőhelyen, két fazékban, bográcsban, ki miben főz, lehet elkészíteni birkaételt, tehát több ezerre tehető az elkészült ebédek száma is. Ha jól tudom, akkor most egy pici szigorítás annyiban volt, hogy birkaételeket lehetett csak készíteni, mást nem. Igen, valóban ezt minden évben kérjük a résztvevőktől, hiszen a karcagi módra készült birka pörkölt hungarikum, és mi ezt a fesztiválon, ezt az ételt szeretnénk mindenképp népszerűsíteni. De természetesen akárhogy kérjük, mindig előfordul az, hogy mindenki a saját szájízének megfelelően, ha más nem reggelire vagy vacsorára, azért készít más jellegű ételt. Ami különlegesség lesz, az talán az, hogy ugye a mohácsiak várható, hogy egy-két főzőhelyen, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolnak a karcagi birkafőzők és a mohácsi busók, már csak a birka szőr miatt is.
Tehát várható az, hogy itt-ott sokács bab fog készülni a fesztivál területén. Igen, ennek a rejtelmeiben az előbb igazgató úr beavatott bennünket, tehát mi is érdeklődéssel vágyunk. Akkor én azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy nagyon a felnőtt korba lépett fesztivál nagyon jól sikerüljön. Bízom benne, hogy így lesz. Mi ezen dolgoztunk a kollégákkal, és hát nyilván a főzőknek, résztvevőknek, árusoknak is meg kell köszönni azt a segítséget, amellyel az előkészületeket segítették, hiszen valóban mindenki pozitívan állt a készülődéshez, mindenki úgy hozta vissza a papírokat, úgy intézte a nevezéseit, hogy talán mondhatom azt, hogy ennyire gördülékeny még nem volt. Hát akkor ez már a nagykorúságnak a jelen. Köszönjük szépen, és akkor majd találkozunk egy értékelésre a fesztivál után. Köszönjük szépen. Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal beszélgetünk itt a busók, már beindultak a kereplőkkel, itt már elindult tényleg a mohácsi hangulat, és ide hozzák nekünk a busójárás hangulatát, de azt gondolom, hogy egy nagyon szép kiállítást nézhetünk meg, és elképzelhetjük magunkat mi is Mohácsra. Így van, és lassan már tényleg ilyen busójárási hangulat van, persze az időjárás az abszolút nem illeszkedik hozzá, hiszen a busójárásnál ugye szerencsésebbek a mohácsiak, hiszen biztosan nincs meleg, és biztosan kellemes, viselhető a hőmérséklet, nem úgy, mint most, hiszen nagyon meleg és párás az idő, de ez a mohácsiakat nem zavarta, eljöttek szerencsére hozzánk, és elhozták ezeket a szép képeket, elhozták a hagyományaikat, amikre büszkék, és ezzel is példát állítva mindenki számára, hogy hogyan kell a hagyományainkat, értékeinket, kincseinket ápolni és továbbadni a fiatal generáció számára. Nagyon szép muzsikát hallottunk, igazi népzenét hallottunk, nagyon más, mint a miénk, de hát ez teszi színessé az életünket, a hagyományainkat, és ettől olyan sokszínű ez az ország, amire méltán lehetünk büszkék. Nagyon örülök neki, hogy egy messzebbről jött tájegység mutatkozik be a Birka Főzőfesztiválon, színesítve ezzel is a hagyományok tárházát, és én bízom abban, hogy egy picit, illetve nem is picit, hanem talán olyan közel hozzuk a karcegiak számára a mohácsi busójárás, hogy kedvet kapnak, és legyűzik azt a pár száz kilométer távolságot, és megtekintik, megnézik majd ezt a szép hagyományt, és ezzel is gazdagabbak lesznek. Ugyanúgy, ahogy a kunoknak a hagyománya, a sokarcok hagyománya, a mohácsiak hagyománya is nagyon színes, gazdag és követendő. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő rendezvény, mindkét rendezvény, a mohácsi busójárás és a karcegi birkapörkölt fesztivál is nagy színes rendezvénysorozat Magyarország életében, és én bízom abban, hogy az idejövő ország minden részéről ide látogató vendégek igazán színes, gazdag programot találnak, mind gasztronómiai, mind pedig kulturális téren. És hát meg is kóstolhatunk mohácsi különlegességet, hiszen múzeumigazgatóról beszéltünk, és elmesélte, hogy náluk milyen ételek vannak, és hogy hogyan főzik fazékban nyílt üzön a babos ételeket, és holnap lesz olyan karcegi birka főző stand, ahol meg lehet kóstolni, mint különlegességet. Azt gondolom, hogy ez is fontos része ennek, hogy megismerjük egymást, különleges ételeit is. Így van, színesedünk, hiszen tavaly a nagykanizsaiak a dödöléjükkel arattak nagy sikert, az idén is megérkeztek, és már a kiállításra is ellátogattak, úgyhogy igazán lassan egy ilyen soknépi összejövetel lesz ez, és én bízom abban, hogy ezek a babos ételek is ugyanolyan nagy sikert fognak aratni, mint ahogyan a birkapörkölt is, és én úgy gondolom, hogy a birkapörkölt mellett ennek is megvan a helye az asztalunkon, hiszen az eleink ételei azok nagyon finomak, követendőek, ízletesek, úgyhogy éljünk vele, és én úgy gondolom, hogy a Birka Pörkölt Fesztiválon itt van a helye a többi ételnek is, természetesen úgy, hogy a főszerep a birka pörkölté, és én bízom abban, hogy a sok-sok kondérban finomabbnál finomabb birka pörköltek főnek, és az ide látogatók mind meg lesznek elégedve, és nagy élményekkel mennek el tőlünk, és visszavárjuk őket jövőre is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a nagy meleg ellenére eljött ide hozzánk, és megtisztelte azzal a vendégeinket, a busókat, a mohácsiakat, hogy itt van velünk, és a 18. Karcagi Birkafőző Fesztivál nyitó rendezvényén részt vesz. Egy nagy tapsot kérek a busókat. Botos busók Szepesi Tibor alkotásaiból nyílt
egy fotókiállítást, ezt fogjuk megnézni. Előtte, fotós busók, meg a többiek, Szentpéteri L. József és Polányi István busós fotóit fogjuk megnézni. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pánt Ildikó képviselőasszonyt. Kovács Szilvia a polgármesterasszony. Szepessi Tibort a intézményük vezetőjét képviselőt. És külön-külön köszöntöm a vendégeinket, dr. Felkop Jakabot, a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatóját. Hegedűs Emese kulturális referenst, a busójárás főszervezetőjét. Pécsvári Katalint, a Mohácsi Turinform iroda vezetőjét. Rosta Endrét, a Busó udvar vezetőjét, Némi Katalint. És a Mládi Orkesztár zenekar és a Sokaszkör vezetőjét, Jaksics Györgyöt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen messziről eljöttek hozzánk. Megmondom őszintén, hogy gyerekkönyvtárosként én napok óta gyönyörködök ezekben a fotókban, és olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy ebben az évben részt vettem a busójáráson, és voltunk is Mohácson utána vendégeskedni. Gyönyörű volt és fergeteges élmény volt számunkra a busójárás. Tehát tényleg úgy éreztem, mintha nem is Magyarországon járnék, pedig néhány kilométerrel vagyunk arrébb, de az egész kultúra, a zene és minden egy teljesen más hangulatot árasztott. Előző napokban nyári napközi tartottunk itt Karcagon, és én felkészítettem a gyerekeket arra, hogy most hamarosan lesz ugye a Birkafőző Fesztivál, és hogy a vendégeink lesznek a busók, úgyhogy sokat beszélgettünk a hungarikumokról általános iskolásokkal, főleg alsó tagozatos harmadik, negyedik osztályosokkal. És szó volt róla, hogy a karcagi birkapörköltnek ugye az a nagy valaminye, hogy ugye a fülétől a farkáig mi mindent beleteszünk ebbe a pörköltbe, a fejét is, és mindent, és hát egyedül a bőre az, ami kimarad. És akkor az egyik kisgyerek mondta, hogy ja, akkor azért jönnek a busók. És hát nekem ez nagyon tetszett, mert igazából lehet, hogy egy jó kapcsolatnak az alapja. Én pedig most felkérem akkor a polgármester asszonyt, hogy köszöntse néhány szóval a vendégeket. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt igazgatórak, kedves vendégeink, kedves mohácsiak! Nagyon nagy öröm számomra, hogy elfogadták meghívásunkat és díszvendégei a 18. Birkafőző Fesztiválnak. Köszönjük szépen! És köszönjük, hogy ebben a nagy melegben ilyen sok kilométert megtettek, hiszen bizony pár száz kilométert választ el bennünket egymástól. Én sajnos nem vagyok olyan jó helyzetben, mint az előbb Kata elmesélte, hogy ő már részt vett a busójáráson, hiszen engem már 4 éve invitálnak szinte minden évben, hogy menjek és nézzem meg, de sajnos eddig még sohasem tehettem ezt meg. Nagyon bízom abban, és most megvan az elhatározásom, hogy ezt jövőre meg is teszem még hozzá úgy, hogy nem lóhalálában nézzük meg ezt a busójárást, hanem megadjuk a módját, és tényleg elejétől végig követjük ezt a szép hagyományt. Messze vagyunk ugyan egymástól, de én úgy gondolom, hogy a mohácsiakat, és biztos vagyok benne, hogy a mohácsiakat is a hagyománygőrzés vezérli, hiszen ők is minden évben a busójárással egy olyan rendezvényt szerveznek, amely Magyarországról mindenkit odavonz, és mi is így vagyunk ezzel punok, a birkafőző punok, akik a birkát a fülétől a farkáig belefőzik abba a kondérba. Mi is bizony holnap minden szegletéből az országnak várjuk a vendégeinket, és bízunk abban, hogy a birka pörkölttel nagy élményt szerzünk minden vendégünknek. És bizony jó eső érzés színesíteni a Birkafőző Fesztivált egy kuriózummal, a mohácsi busókkal, hiszen én úgy gondolom, hogy ez a hagyományőrzés egyrészt összeköt bennünket,
másrészt én úgy gondolom, hogy mindenkinek példát adhat arra, hogyan kell értékeinkkel, hagyományainkkal, kincsünkkel bánni, hogyan kell azt a fiatal generáció számára átadni. És ahogyan hallották Kata elbeszéléséből, bizony a gyerekek fantáziáját megmozgatja. Ugye azt mondták, hogy azért jöttek a busók, hogy a bőrét majd elviszik. Hát bizony-bizony akkor a busóknak jó nagy járművel kell érkezniük, hiszen itt bizony több nyáj, akár két nyáj is megfőnek a kondérokba, és ennek bizony nagyon sok bőre lesz, nagyon sok jelmez elkészítéséhez úgy gondolom, hogy alapanyagból szolgálhat akár, úgyhogy a gyermeknek a fantáziája, ami úgy gondolom, hogy igen-igen találó volt. Ez a kiállítás nagyon szép, színes kiállítás, és hülyen tükrözi azt a szép hagyományt, amit a busók őriznek és ápolnak. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára tanulságos lehet, egyrészt élményt szolgálhat, és méltó megnyitása a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak. Én kívánom azt a karcagiaknak, hogy minél többen jussanak el az ország kicsit távol eső, de nagyon szép részére, Mohácsra, és legyenek részesei a busójárásnak, és a mohácsiaknak pedig azt kívánom, hogy nagyon finom birkapörköltet egyenek, és vigyék el városukba a birkapörkölt jó hírét, és legyen a két város között továbbra is szoros jó kapcsolat. Kívánok mindenkinek a Birkafőző Fesztiválra jó szórakozást, kellemes időtöltést, a ma délutánhoz pedig tanulságot és szép élményeket. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönöm Alkoltár Mester asszonynak, hogy elfogadta a szavait. Most pedig felkérném dr. Ferkov Jakabot, hogy nyissa meg a kiállítást. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és azokat is, akik a médián keresztül figyelik a megnyitót. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, itt most többször elhangzott ma az a szó, illetve az a népnév, hogy sokac. Kik is azok a sokac? Horvát nemzetiséghez tartozó népcsoport, és valamikor a 16. század végén és a 10. század elején három hullámba jelentek meg nagy számba Magyarországon, illetve így Mohácson is, főleg ott nagy számba. Ők hozták magukkal ezt a úgynevezett busójárást, ezt a farsangi szokást, amelynek a gyökerei nagyon mélyre nyúlnak vissza, és tulajdonképpen egy télüző, tavaszváró, egy termékenység varázsló szokás, ahol nagyon sok helyen ismert volt az egész világon, de főleg a Balkánon terjedt egy különleges változat el, amit úgy hívnak, hogy busójárás. Ennek a lényege az, hogy mit hallottuk ugye itt a karcagi birkákról a bőr nincs befőzve, hát az kerül a busókra, de úgy látszik, a szarvát sem főzik be, mert az is rákerül a busókra. Hát a busók beöltöznek ilyen birkabőrbe, kifordul birkabőrbe, és a fejükre meg egy fából faragott maszkot húznak, egy állarcot, amivel elijesztik a, és hozzá különböző zajkeltő eszközöket használnak, mint kereplők, kolombok, és még lehetne néhány dolgot sorolni, kürtök, stb. Ezzel űzik a telet, a rossz, a gonoszt, a bajt. Ez, amikor ez megjelent, és először említik írásban ez a 17. század végén, a 18. század végén, az 1700-as évek végén egy egyház látogatási jegyzőkönyvben, akkor még elítélik ezt a szokást, mind a világi, mind az egyházi hatóságok, és tiltani próbálják. Aztán ez egy hatalmas változáson keresztül megy a megítélése, mert 2009-ben nem úgy tiltják, hanem a világszellemi kutatási örökségének a reprezentatív listájára kerül föl, vagyis világszerte elismert hagyományán vált. Ugyanakkor más változásokat is megfigyel. Itt mondtam, ugye ezt a sokácsot hozták magukkal, valahol a Balkáról, a Boszniából, és az ő szokásuk volt, de mára már nem csak az ő szokásuk, hanem minden mohácsi magájának vallja, és beleépült a mohácsi identitás tudat részében. Hát, aki mohácsi, az alig várja már, hogy na, ha eltelt a farsang, egy hónapot pihenünk, és kezdünk tervezni, mikor jön a következő farsang, várják már, hogy mikor lesz farsang. Ez nem csak a felnőttek, az iskolában a gyerekek is. Tehát ez öröklődik szülőről gyerekekre, sőt, az iskolában már tanítják is, hogyan kell egy busónak viselkedni,
mi az etikája, hogy öltözünk, hogy mi az, ami odavaló, mi az, ami nem, hogy a hagyományok lehetőleg a legtisztában maradjanak meg. A beöltözöttek számát csak azt tekintjük, a busó csoportok, amik általában valamikor inkább rokoni kapcsolatokból tevítek össze, most már rokoni és baráti kapcsolatokban egy-egy busó csoport már a fél százat is eléri. A maguk busok, akik beöltöznek, azoknak a száma az ezret is meghaladja. Legalább 1000 olyan busó van, ami ebben a bundás, tehát ijesztő busónak öltözik, és több százan, akik szép busónak, ami azt jelenti, hogy a nemek ruhát cserélnek, de valamikor hagyományos népviseletben a lány fiúnak, a fiú lánynak öltözik, és nem maszkot, hanem egy pátylat, vagy egy valami más dolgot tesz az arc elé, hogy ne ismerjék fel. Hát már ennyien vesznek részt, akik a közvetlen szereplő, és akkor hol van még az a sok mellékszereplő, mondjuk úgy, illetve vendégek. Tehát Mohás lakossága körülbelül 20 000, ilyenkor farsankor megötszöröződik. De most az itt, a közeg is megváltozott a megítélésével, de a menete is. Valamikor kis, a Farsang végén volt, a Farsang farkán úgy hívják ezt, az utolsó héten, az Farsang utolsó vasárnapját megelőző csütörtökön volt a kis Farsang, a gyerekek Farsangja, aztán a hétfő volt a fő nap, amikor a felnőttek farsangoltak a városba, a busok, és a kert, a húshagyó kert, amivel ugye elűztük a telet, és jön a bőti időszak, az a hamvazó szerd előtti időszak, az a zárása volt. Ma kicsit ez változott, a fő nap, ahogy egyre többen dolgoznak és kötött a munkaidő, vasárnapra kerül, tehát a csütörtök vasárnap kell a három fő nap, de már nem csak ebből áll, hanem mohásiak számára már Farsang után egy hónappal megkezdődik az előkészülettel, és torkos csütörtökig tart. Az események azok meg már nem csütörtökön, hanem már napokkal előtte valamilyen esemény van már Mohácson, vagy népdalfesztivál, vagy néptáncfesztivál, vagy valamilyen más kulturális esemény, és folytatódik egészen hamvazó szerdán, aztán még ott maradnak a vendégek, és torkos csütörtökön a vendéglátóhelyeken ilyenkor olcsóbbak az ételek, tehát ott zárják általában, és lefoglalják a következő évre már a zárásokat. Hát egy ekkora valamikor elítélt szokásból, egy ilyen szokás, ami nem csak hogy a világörök, a szellemi kulturális örökség része lett, hanem 2013 óta hungarikum. Tehát egy magyar nemzetiségnek, a sokácoknak a hagyománya egy magyar hagyománya vál hungarikummá, ahogy a kunoké beépült a magyarságba, és ma már nem azt mondjuk, hogy hú, ez egy kun országi, hanem magyar, magyaron belül is a kunoknak a pásztori hagyománya, a birka, pörkölt a birka, paprikás a birka ételek. Mit jelent még a mohásiak számára? A riportban is elmondtam, sajnos az van, hogy nagyon sokan kénytelenek külföldre menni dolgozni. De ilyenkor Farsangra szabadságot kérnek, és bármilyen messze dolgoznak Magyarországtól, hazautaznak, beöltöznek, ezen az eseményen nekik ott kell lenni, mert ők mohácsiak, és erre nagyon büszkék. Ezt megtiltani nem lehet, ha megpróbálják megtiltani, bárki is az úgy jár, mint hogy az Európai Unió járt most Angliába. Lehet bármit föderalizálni, de egy nemzeti szokást, egy nemzeti önazonosulási tudatot nem lehet elvenni. És ezt ugyanúgy nem lehet elvenni a mohástól a busójárást, mint ahogy nem lehet elvenni a karcagiaktól és a karcag környéki népektől, a valamikori pásztorok, hagyományi őrzőktől, a birka papírt. Azt hiszem ennek az egésznek a hangulatát itt a képek nagyon jól tükrözik, bár nem 100%-ban. Ezt meg kell élni, el kell jönni, ott kell lenni az eseményeken, akár 2-3 napig is, akkor élik át igazán. De a képeken is azért visszajönnek. Látszik a fiatalokon, a busókon, a közönséggel, a háziakon, akik várják a busócsoportokat, megvendégelik őket, azt a hangulatot, azt az örömöt, azt a szépséget, akár a lányokon, akár még az ijesztő busókon is, hogy hát ezek szépek. Azok annyira ijesztők, hogy nagyon szépek. Hát ezt mindenképpen meg kell élni, és ezért mindenkit szeretettel várunk Mohácson. Jöjjenek el, mi büszkék vagyunk a hagyományainkra, és büszkék leszünk a podcastnek önökre is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok majd a birka pörköltőkhöz, és jó fesztiválozást!